Így néztek ki Belgrád utcái a tegnap esti esőzések alatt. A villamosjáratok teljesen leálltak, a Belgrádon átvezető autópályát pedig az árvíz miatt le kellett zárni. A fővárosba vezető bekötő utakon is komoly torlódások voltak. Arról, hogy a csatorna hálózat miért nem tudja elnyelni a vizet, és hogy miként lehetne megoldani ezt a problémát, Zorán Radojičić, Belgrád polgármestere beszélt a szerbiai RTV műsorában. Nikada nije bila ovakva situacija. Čak ni 2014. Nije palo ovoliko kiše za tako kratak vremenski period. Znači, faktički za sat vremena je preko 100 litara bilo u Borči, što je jednostavno podatak koji govori o tome da je godišnja količina vode koja padne u tom delu grada. 20 óvoda beázott és közel 6000 háztartás maradt áram nélkül a fővárosban a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék miatt. Az áramszünet főként Zimonyt és Új-Belgrádot érintette. U ovom trenutku na teritoriji grada Beograda sva domaćinstva imaju normalno snabdevanje električnom energijom. Mi u ovom trenutku imamo 4 privatne individualne trafostanice koje još nisu u funkciji, koje snabdevaju 6 ili 7 potrošača. Az éjszaka folyamán 140 tűzoltó több mint 90 helyszínen dolgozott folyamatosan a keletkezett károk elhárításán, és még mindig vannak olyan területek, ahol folytatniuk kell a munkát, nyilatkozta a szerb közmédiának Predrag Márić. A szerbiai válságstáb vezetője mindenkit arra figyelmeztetett, hogy a következő időszakban is fokozott óvatosságra van szükség.